Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a szép számú megjelentett itt az MCC Fest nagy színpadának utolsó, ugyanakkor nagyon izgalmasnak ígérkező kerekasztal beszélgetésén, amely mérlegen az Oktatás Politika 10 éve címet viseli. Beszélgető partnereim Kunhalmi Ágnes, oktatáspolitikus, az MSZP társelnöke, parlamenti képviselő, illetve dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár. Én Konstantinovics Milán vagyok, az MCC szakmai főigazgató helyettese. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én azt hiszem, hogy azért is jó az MCC Festre járni, mert ennyire izgalmas, többoldali beszélgetések vannak, és azt hiszem, hogy ténylegesen terepet tudunk biztosítani a valós eszmecserének és vitáknak. Hogyha az oktatás politika elmúlt időszakára, elmúlt egy évtizedére gondolunk, akkor címszavakban ilyeneket lehetne felidézni, hogy pedagógus életpályamodell, nemzeti alaptanterv, státusztörvény, pedagógus tüntetések, tanár továbbképzés, tanárképzés kérdésköre, és azt hiszem, hogy nagyon sok címszót lehetne még említeni, de a beszélgető partnereimhez fordulok, hogy számukra mit jelentett az elmúlt bő egy évtized, ki tudnak-e emelni pozitív, illetve negatív fejleményeket, és én egy rövid összegzésre szeretném így nyitányként kérni képviselőasszonyt, illetve államtitkár urat. Igen. Akkor kezdem. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Alapvetően sokszor elmondtam sok helyen, hogy 2010 után a magyar oktatás rendszerét nem a szakma határozza meg, mint 2010 előtt, hanem majdhogy nem lényegében politikai meghatározottságúvá vált. Tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy Orbán Viktort, mint miniszterelnököt, nem igazán érdekli szakmailag az oktatás. Orbánnak egy fontos az oktatással kapcsolatban, de ez nagyon, mégpedig az, hogy hatalompolitikai szempontból a nemzeti együttműködés rendszere, amelyet ő fölépített, amelyben tudjuk, hogy hogyan gyűrte maga alá az államot, a közigazgatást, az önkormányzatokat, a független intézményeket, és ennek megfelelően az oktatás tulajdonképpen kiszolgálójává válik a nemzeti együttműködés rendszerének. Ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy aki ma a kormányban oktatáspolitikával foglalkozik, annak nem nagyon marad más lehetősége, mint egy olyan, egyébként a jobb oldal szemléletétől nem távol álló rendszert építeni, mint az oktatás teljes egységesítése. Egyen iskola, egyen tanterv, egyen intézmény, egyen gyerek, egyen tankönyvek világa, amely tulajdonképpen az egyetlen olyan passzintható mechanizmus, ha már szakmaiságról egyáltalán beszélhetünk, amely a nemzeti együttműködés rendszerében elfogadható a miniszterelnöknek. A miniszterelnök semmilyen autonómiát rajta kívül nem fogad el, ezért az oktatásban is az autonómiák visszaszorulnak, mint az intézményi, mint az egyedi pedagógia autonómiák. Erre épül fel a rendszer. Összességében utolsó gondolatkörként a summázatát kérte tőlem az igazgatóhelyettes úr, akkor úgy fogalmazhatnám, hogy azok az átalakítások, amelyek az elmúlt 10 évben megvalósultak, nemhogy eredményt nem hoztak, hanem sok helyen a romlás letagadhatatlan. És azt kell, hogy mondjam, és ezért vagyok nagyon szomorú, hogy önmagában ma már a rendszer, a Fidesz által felépített rendszer generál az oktatásban problémákat, és a szomorúságom abból fakad, hogy mindezt úgy sikerült megtenni, hogy a világban egy nagyon jó időszak volt, szerencsés volt Orbán, gazdasági konjunktúra volt, pénzbőség volt, egészen az elmúlt évekig ömlött ránk az uniós pénz, és mégis sokkal kevesebbet költenek oktatásra GDP arányosan, mint az utolsó szocialista kormányok. Tehát elveszíti funkciójában az oktatás és az intézménye is azt a képességét, hogy a modern világ kihívásaihoz képesek legyenek az egyes iskolák, az iskolai közösségek és a tanulók alkalmazkodni. Tehát a modern
képességfejlesztés alig-alig jelenik meg, és ma már nem is nagyon van vita arról, hogy mi kellene, hogy az iskolában történjen a pedagógusokkal és a gyerekekkel. Köszönöm. Hogyha egy áttekintést kellene adnom, haladjunk szerintem képzési szintenként. Az óvoda világában a legnagyobb változás mindenképpen az, hogy 2015-től kötelezővé tettük ugye a óvodáztatást. Ez szerintem azért nagyon fontos oktatáspolitikai vívmány, mert bár Magyarországon nagy hagyománya volt az óvodáztatásnak, de azért a középosztály körében volt ez 100%-os, és pont a társadalmi felzárkózásra szoruló rétegek körében meg kifejezetten nem. Tehát 85% a gyerekeknek ment óvodába 2010-ben, és ez a kötelező óvodáztatás azt gondolom, hogy nagyon jó alap lesz a későbbiekre. Az általános iskola terén a legnagyobb változás ugye 2010-hez képest, stabilizáltuk a rendszernek a működését azáltal, hogy a 3000 önkormányzati fenntartó világából egy olyan fenntartói struktúra alakult ki, ahol az állam képes az iskolákat működtetni azokon a településeken, kisebb településeken is, ahol az önkormányzatok ezt nem biztos, hogy meg tudták volna tenni, és emellett az állami fenntartás mellett egyébként egy azt gondolom, hogy elég széles világa van a magánintézményeknek és az egyházi intézményrendszernek is. Középfokú oktatás terén a gimnáziumok világában szerintem kevés változás történt, de szerencsére, hogy így van, hiszen meg tudtak maradni és tovább tudtak erősödni azok az elitintézmények, az a gimnáziumi vonal, ami szerintem mindig is egy erőssége volt, ami az oktatási rendszernek. Emellett a szakképzés világában, ott többszöri nekifutásra is, de történt egy jelentős átalakítás, ami a ipari, gazdasági célok szolgálatában, lehet így mondani, sokkal inkább befordította, beállította a szakképzésnek a világát. Emellett a felsőfok területén pedig, ugye 2010 után szükség volt a felsőoktatásnak a konszolidációjára, ezt a kancelléri rendszerrel, az akkori intézkedésekkel megtettük, majd amikor 2007-8-ra ez a folyamat le tudott zárolni, akkor pedig a modellváltással egy új dimenziója tudott elindulni a magyar felsőoktatásnak. Szerintem ezek a legkardinálisabb változások az elmúlt egy évtizedben. Hozzá kell tennem, hogy én sosem gondolom, és magamról sem gondolom, hogy egyébként egyen gyerekben, meg egyen iskolában gondolkoznánk. Nagyon sokszínű a magyar köznevelésnek is a világa. Van 27 külföldi iskolánk, ez majdnem a kétszerese annak, mint 2010-ben volt. Van 70 alternatív intézmény, amit ma úgy hívunk, hogy egyéni működésű rendű, és emellett pedig azt gondolom, hogy tankerületenként is egy nagyon színes paletta az, ami elérhető az oktatás világában, tehát nincs azért messze arról szó, hogy itt egy uniformizált oktatás lenne. Köszönöm. Képviselő asszony jelezte, hogy röviden reagálna erre a helyzetértékelésre. Igen, igen. Hát nincs szó uniformizálásról annyira, de nagyon van szó uniformizálásról. Azt mondták, amikor azt felszámolták az önkormányzati fenntartású oktatási rendszert és intézményfenntartást, hogy azért kell ezt megcsinálni, hogy a jó iskolákhoz felzárkóztassuk és felhúzzuk azokat az iskolákat is, ahol az önkormányzatok már nem volt pénze a finanszírozásra, és nem tudták azt a színvonalat tartani, amelyet egyébként a több pénzzel rendelkező önkormányzatok tartottak fent. Nyilván az itt lévő politikafogyasztó emberek nagyon jól tudják azt, hogy a 2010 előtt egy teljesen más fenntartási rendszerben működött a magyar közoktatás, mint a mostani államosítás és szerintem egészen durván túl központosítás. Én azt gondolom, szocialistaként, hogy nem volt tökéletes az a rendszer sem, de nem azt kellett volna csinálni, hogy az egészet állami fenntartásba visszük és központosítunk, hanem azokat az iskolákat, ahol rosszul működtek, nem volt elég forrás, nem volt elég tudás, ott kellett volna csak az államnak beavatkozni. És minden olyan helyet, ahol egyébként egy állami keretrendszer mellett az önkormányzat hozzátette a pénzét, tudását, és megvolt a megfelelő szabadságfok, tudtak alkalmazkodni egyébként sokszor jobban a kihívásokhoz, mint most. Tehát, ahogy Balogh Zoltán korábban fogalmazott, ez a bicikli túl lett tolva, és átesett a ló túloldalára a Fidesz ebben az ügyben, és ma már egy olyan merev struktúrát hozott létre, amely tulajdonképpen képtelen az alkalmazkodásra. Az is érv volt akkor a Fidesznek, hogy eladósították sokszor ezeket az intézményeket, illetve önkormányzatokat. Erre csak azt tudnám mondani, hogy amikor államosították a rendszert, akkor a klik
aznek nevezett fenntartó, olyan szinten kezdte el termelni az adósságot, mint a fene, és most is, ha jól tudom, de majd államtitkár úr kijavít, ha nem így van, hogy csődgondok van egy pár tankerületben, mert takarékos a gazdálkodás, hogy a státusztörvény vitájában, a vezérszónokiában ön is elmondta, a takarékos az elég spórolós, tehát forráshiányos, ugye? Tehát játék a szavakkal. Tehát egyrészt a színvonal emelkedést, és ez a harmadik. Nem nagyon látom, hiszen minden hazai, minden nemzetközi mérés a területi megosztottságot és a lejtőt nem tudta felszámolni, mert ez is egy érve volt egyébként akkor az oktatási kormányzatnak, hogy a színvonalat is növelni kell egységesen. Na most nem az lett a vége ennek, és most már azért jó pár év eltelt, hogy mindenhol egyre elkezdett növekedni a színvonal, hanem alacsonyan nivellál, és beállt a rendszer egy nagyon alacsonyan teljesítő szintre, amelynek most már a rendszerből fakadó problémákat kell megoldani, és nem azt, hogy mondjuk egy gyerek érti azt a szöveget, amit elolvas. És hát a legutóbbi mérések szerint azt mutatja, hogy van bár olyan mérés, ahol ez picit jobb, de lényegében folyamatosan romlik, és azért mégiscsak a szövegértése az egy olyan alapkompetencia, amit azért a munkaerőpiacon is ugye megkövetelnek mindannyiunktól. Tehát csak azt akarom mondani, hogy minden olyan érv, amit korábban elmondott a Fidesz, és mi meg ellenzékiként, és itt nem csak az MSZP, hanem az egész ellenzék nevében mondhatom, elmondtuk, hogy ez így nem lesz jó, és hogy túlságosan átestek a ló túloldalára, az sajnos beigazolódott. A felsőoktatásról annyit szeretnék mondani, mert ez ma nem a témánk, de mégiscsak ide kell hozni, hogy a közoktatás színvonala alapvetően határozza meg a felsőoktatás színvonalát, hiszen a közoktatásból fognak menni a felsőoktatás irányába. A 2007-et nagyon sokszor a pofánkba vágják, hogy akkor a tandíjat be akarta vezetni az akkori kormány, és hogy milyen nagy mértékben csökkent a hallgatók száma, ami egyébként, ahogy ez lekerült a napirendről, azonnal visszakorrigált 2009-ben. De azért emlékeztetném a széles publikumot arra, hogy 2012-es Szél Kálmán tervnek nevezett megszorító csomag a felsőoktatási területen iszonyatosan és tudatosan egy olyan rombolást végzett, 264 ezer hallgatóval több hallgatót vettek volna fel, ha nincs a Szél Kálmán terv, és maradtak volna a fideszes kormány a 2011-es szinten. És nem érv a korosztályi létszámcsökkenés, mert 2011-ben a felvett hallgató 98.144 fő volt, 23-ban a mostani eredmény ugye 94.785 fő. És ezt úgy csinálta meg Orbán, és ez a legnagyobb kritikám a miniszterelnökkel szemben, hogy tudta, látta, hogy 2007-2008-ban micsoda rombolást tud okozni egyébként a felvételiző jelentkezésénél az, amit akkor történt, és mégis megcsinálta tudatosan. Az akkori korábbi miniszterelnök nem hitte el, és hülyeséget csinált ez ügyben, de a miniszterelnök, az Orbán viszont bizony tudatosan rombolta le, és takarította ki a felső oktatásból a fiatalokat, és most az elmúlt pár évben most kezdik rájönni arra, hogy mégiscsak kellenek az egyetemisták, mégiscsak kell hozzáadott érték, és egy kritikus mennyisége kell a felsőoktatási hallgatóknak, de most már egy olyan rendszerbe engedi vissza a miniszterelnök ezeket a fiatalokat, amelyeket ő kontrollál az alapítványokon keresztül. Tehát ez megmagyarázhatatlan véleményem szerint. Államtitkár úr. Sok minden elhangzott. Mindenre, ha reagálnék, akkor lehet, hogy ezt a 45 percet egyben el lehet egy szuszra tölteni. Én egy dolgot emelnék, ami még a kezdet-kezdeté hangzott el, hogy a területi különbségek önkormányzati vagy állami fenntartás kérdésköre hogyan áll. Én szerintem ebben egyébként az ellenzéknek az érvelése nem koherens, mert egyszerűen a szemünkre veti azt, hogy a magyar oktatási rendszerben az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyok a különbségek, tehát nagy a szóródás a Észak-Buda elitiskolái, meg egyes vidéki területeken lévő általános iskolák között, és hogy ez mekkora skandalum. És ezt egyébként nem más alakította ki, mint az a néhány évtized, amikor tényleg az valósult meg, hogy gazdag településnek jó iskolája tudott lenni, szegény településnek meg szinte biztosan gyenge iskolája volt. A kormány ezen a helyzeten akart változtatni, és ebben a tankerületi fenntartásnak a világa igenis legalábbis egy stabilizáló tényező tud lenni, és azon vagyunk egyébként, hogy ezeket a széttartó fejlődéseket, ezeket visszahúzzuk, és tényleg olyan világ legyen, ahol nem ez az elv érvényesül.
ami a állami rendszernek az adósságait illeti. Ebben az évben is, ugye három esetben nyújtott az állam a tankerületeknek anyagi többletforrást. Ez minden esetben ugye a rezsikompenzáció jogcímén történt, hiszen ez volt egy olyan tényező, ami havi gázárak számolása mellett lényegében kiszámíthatatlanná tette a költségvetési tervezést. Utoljára most június végével rendezte az állam a tavaszi megemelkedett rezsiszámlákat, és gyakorlatilag teljesen adósságmentes egyébként a Klebersberg központ valamennyi tankerülete. Azt szeretném még talán ehhez hozzátenni, hogy pénzügyi biztosok pedig azért vannak ebben a rendszerben, hiszen egy állami rendszert beellenőrzéssel el kell látni. A pénzügyi minisztérium felé az egy bizalmi kérdés, minden esetben a 60 tankerületből néhányban vannak olyan embereknek az a dolguk, hogy az ottani gazdálkodást felügyeljék. Nem azért, mert csődbe vannak, azért, mert szeretné látni nyilván a költségvetés is, az állam ellenőrzése, hogy hogyan zajlik egyébként a közpénzeknek az elköltése. Ezek a felügyelők adott helyeken megfigyelik azt, hogy milyen kiadások vannak, milyen a kötelezettségvállalás rendje, stb. Nem gondolnám, hogy ebből túlzottan nagy következtetés kéne levonni. Ez a dolgoknak a rendje mindig is voltak egyes felsőoktatási intézményekben is. Ez általában úgy zajlott egyébként, hogy a pénzügyminisztérium valamelyik vezetője megkérdezett például engem, hogy lenne kifogásom, hogyha néhány egyetemre küldenének ilyet. És én mondtam, hogy semmilyen kifogásom nincs, még pedig azért, mert nincs takargatni valónk. Ezekben az állami intézményekben a forrás felhasználás szabályos kell, hogy legyen. Ha igény van arra, hogy egyébként, hogy oda költségvetési felügyelőt küldjenek, akkor küldjünk. Én is, amikor forrást kérek bármilyen célra, és azt állítom, hogy erre kell 3 milliárd, és ezt egyébként alá kell támasszam valamivel, akkor nekem kifejezetten segít, hogyha egyébként a alapfrontról, ha lehet így mondani, azt tudja mondani egy költségvetési felügyelő, hogy igen, valóban ő látja belülről a működést, nem hazugság, nem ámítás, hanem valóban erre szükség van, és akkor jobban megkapjuk a forrást. Tehát ez így működik. A nagy kép után menjünk bele egy kicsit a konkrétumokba. Itt azért igen. Mégiscsak annyit reagálnék, hogy azt nem tagadta államtitkár úr, hogy forráshiányos a rendszer. Ez azért nagyon fontos, mert a főígéret az volt, hogy több pénz fog jutni azoknak az önkormányzatoknak, lehet, hogy több pénz jutott, de a jobbaknak a rovására. 2010 előtt voltak olyan iskolák, amik bivajerősek voltak, húztak, pedagógiai, intézményi innovációval voltak ellátva. Nem volt minden intézmény ilyen. Önöknek, amikor átvették a kormányzást, ott kellett volna csak beavatkozni, ahol egyébként problémát láttak, és az nem volt megfelelő a színvonal, illetve forráshiány volt. De nem is csodálkozom azon, hogy ön maga is elismerte a beszédében, hogy forráshiányosak, és takarékosságra van utalva a tankerületek, mert a finanszírozás területén, ha megnézzük GDP arányosan, mennyit költött 2010 óta oktatásra a kormányzat, bizony nincs mit az ablakba kitenni, mert folyamatosan kevesebbet, sem a teljes oktatási kiadásban, amiben benne vannak ugye az egyház és magán intézmények is, de a költségvetési intézmények oktatási kiadásaiban sem tudták elérni a 2010-es szintet. Az egyikben 5,5 volt, most 4,7 a 24-es előirányzat, és ez még változhat. A másikban az költségvetési intézmények oktatási kiadásánál 2010-ben 4,6 volt, 24-ben 4 önöknél a tervezet. De volt 13-ban 3,9, 19-ben 3,9, 20-ban 3,8. Hát persze, hogy alacsonyan nivelál a rendszer. Hát nem költ a miniszterelnök a magyar oktatásra, és én nem önt károztatom, mert nyilván minden egyes oktatási miniszternek, államtitkárnak mindig az aktuális pénzügyminiszterrel gyűlik meg a baja, megy pénzért kilincselni, aztán jó, rávágják ugye az ajtót. Mert hogy nincs több pénz a rendszerben, és ez a döntő probléma, hogy nincs költve. Nincs költve az oktatásra ma Magyarországon 2010 óta, mert a miniszterelnöknek alapvetően hatalompolitikai kérdés az oktatás. Szakmailag nem érdekli. Ezen belül oldjátok meg, fiúk, azt, amit akartok, lehetőleg oltsátok el a tüzeket minél hamarabb. Igen, belemehetünk még az oktatás finanszírozásnak a makroadataiba, meg folytathatjuk ezt a számháború, de van annyi izgalmas téma, amivel szerintem még érdemes foglalkoznunk. Többek között, ahol én azt éreztem, hogy kialakult egy ilyen elég komoly csatamező, az az oktatás minőségének az értékelése, ugyanis elhangzott egyfelől, hogy a PISA értékelés az kritikus eredményeket mutatott az utóbbi években, de emellett pedig azt is lehet olvasni, hogy nagyon sok
diákolimpiai sikernek is örvendhettünk, egészen új szintre emelődött a tehetséggondozás, ugye az MCC működésével, illetve a közoktatással való kapcsolódása, az is egy új dimenziót adott ennek. Tehát hogyan lehetne értékelni, hogy igazából az elmúlt 10 évben az oktatás minőségi mutatói tekintve történt előrelépés, vagy stagnálás, esetleg visszalépés történt, és mivel sok izgalmas témánk van, én arra kérném beszélgető partnereinket, hogy 3-3 percben summázzuk ezt a kérdéskört. És akkor kezdjük államtitkár úrral. Én ebből lehet, hogy fél percet azért mégiscsak arra fordítanék, hogy ez a GDP átlagokkal való, mondjuk így, hogy adatalátámasztás ott sánt itt, hogy 2009-ben, 10-ben egy jelentős GDP csökkenés volt, ugye? -6% vagy valami ilyesmit hozott össze a szocialista gazdaságpolitika. És azért nagyon nem mindegy, hogy akkor hirtelen azért emelkedett meg, mert ugye beszakadt a gazdaság, beszakadt a GDP. Itt az elmúlt években azért egy jelentős GDP növekedés mellett zajlott az oktatásra való ráfordítás, és a 4,7%-os átlag, amit említett, az pedig az uniós átlag standardnak nagyjából megfelelő. Az eredményekre kitérve. A PISA eredmények azok, én is örülnék, hogyha még jobb képet mutatnának, de valójában, hogyha higgadtan és reálisan nézzük, akkor egyébként az OECD átlag alatt néhány ponttal teljesített az elmúlt években a magyar oktatási rendszer. Én egyébként azt vizionálom, mert nézzük a adatokat, hogy a járványnak milyen hatása volt. Ez nyilván minden oktatási rendszert alapvetően negatívan érintett, tehát ugye idén év végén jön ki a következő PISA mérés. Én arra számítok, hogy a PISA átlagok radikálisan be fognak szakadni mindenhol, és azt is gondolom, hogy Magyarországon az a növekedési trend, ami 18-ban egyébként 15-höz képest látszott, az, ha a növekedésre nem is lesz elég, de arra igen, hogy a PISA átlagban jobb eredményünk legyen, mint 18-ban vagy 15-ben. Ami a diákolimpiákat illeti, tavaly évben rekordunk volt, 40 érmet éltek el, hoztak el a fiataljaink. Ez azt is mutatja, hogy amiről a képviselőasszony beszélt, hogy csak ott kellett volna beavatkoznunk, ahol gond volt, és hagyni kellett volna az elit műhelyeket működni. Jelentem, ez azért alapvetően így történt, hiszen ezek az elit műhelyek továbbra is termelnek, és továbbra is kihozzák azokat a kiváló fiatalokat, akik a nemzetközi mezőnyben megállják a helyüket, és elhozták azt a 40 érmet, többet, jóval többet, mint 10-20 évvel ezelőtt. Igen, jár a taps minden diákolimpián résztvevőnek, és valóban elképesztően jól tudnak teljesíteni egy-egy diák, egy-egy tanár, illetve tanári közösség szárnya alatt. De a diákolimpiák az egy szűk kör. Nem lehet az egész közoktatásban az összes diákra megfelelő és átlagképet levonni. Direkt nem a mi világunkból hozok szintén diákolimpiai sikereket, elég, ha csak annyit mondok, hogy a 70-es évek közepétől természettudomány területén másodikok voltunk a világban. Nem diákolimpián, hanem átlagmérésben, csak Japán volt előttünk. 80-as évekre első volt Magyarország a természettudományos területen, megelőztük Japánt is. Tehát csak azért mondom, hogy itt van egy jó eredmény, amit az előző Kádár rendszerből hozok, mégsem gondolják önök itt, akik ülnek velem szembe, hogy az teljes képet mutatna arról, hogy milyen volt a Kádár rendszer, ugye? Éppen ezért azt gondolom, hogy már tényleg jár a taps a diákolimpián résztvevőknek, és ez nagyon jó dolog egyébként, hogy ezek. De nem lehet nagy képet is erről mondani. A valóban a PISA eredményekre kitérve, és itt el kell mondanom azt, hogy és államtitkár úr is valószínű ki fog térni, hogy akár a PIRLS, akár más a TIMSS mérések, amik sokkal jobban igazodnak a magyar rendszerhez, a PISA ott mégis van egy pici előrelépés, nem kiugró, de van. Ugyanakkor a PISA eredménynél valóban nagyon nagy a lemaradás. Azt kell, hogy mondjam, hogy 2009-re az alsó harmadból föltornázta a szocialista kormány a középmezőnybe a magyar átlagot. Nagyon nagy mértékben csökkent a szocialista kormány alatt az alul teljesítők és a rosszul teljesítők aránya. Ez annak a koncepciónak volt köszönhető, hogy,
hogy a koragyermekkori fejlesztő rendszer, a hátránykompenzáció és egyéb mellett a tanszabadság és egyéb más módszereket vezettük be, de ami a lényeg, hogy sajnos ez 12-re romlott, 15-re már a Fidesz alatt még durvábban romlott, a számok alapján az akkori gödröt ott koppantunk egyet, és 18-ra a legutóbbi mérés, amiről államtitkár úr beszél, egy picit onnan próbál visszakorrigálni és visszanyűszögni a kormány a PISA méréseken. De, és ezt is hozzá kell tenni, mi a különbség a PISA és a hazai, illetve a PIRLS és a TIMSS között? Abban a magyarok jók, hogy memorizáljanak. Azok a mérések, amelyekben viszonylag tartja magát az oktatási rendszer mérésein a Fidesz, az arról szól, hogy hogyan tudja elsajátítani a gyerek azt a tudásanyagot, amit a tanár lead neki, és ami a nemzeti alaptantervbe egy-egy tantárhoz kötve van. Vagyis micsodát? A memorizálást. De a mechanikus memorizálás visszaadása az egy dolog. A PISA mit mér? Hogy tudod-e alkalmazni? És mire van szükség a modern világban? Mivel szembesülnek önök MCC-s hallgatóként, vagy itt már az idősebbek munkaerőpiacon? Hogy tudod-e alkalmazni azt a lexikális tudást, tudod-e alkalmazni azt a megszerzett, megkapott ismeretanyagot, ami egyébként szükséged van arra, hogy haladj, és az egész életeden át folyamatosan a saját képességeit tudjad fejleszteni. És ez a döntő különbség a korábbi kormányok és a Fidesz kormány között. Amíg mi arra mentünk rá, és eredményesek tudtunk lenni, hogy az elsajátított tananyag alkalmazását, a képességek, a kompetenciák fejlesztésére mentünk rá, amely egy életen át elkísérés a munkaerőpiacon is fontos, addig a Fidesz az egyen uniformizálás mellett azt erősíti tovább, amiben egyébként valóban a memorizálás, a mechanikus memorizálás, köznyelven, csúnya szóval a bifláztatás, de nem akarom dehonestálóan, mert én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy lexikális tudásra is szükség van, de a képességek és a kompetenciák fejlesztésére is, a fogalmazás képességére, a szövegértés képességére például. De hát, hogy is mondjam, nem államtitkár úr, mert ő egy nagyon művelt és nagyon nagy tudású ember, de 2014-ben, amikor bekerültem a parlamentbe, találkoztam olyan fideszes országgyűlési képviselővel, aki azt mondta nekem, hogy a folyosón, hogy Ágnes, mit magyarázik maga a parlamentben modern oktatásról, meg kompetenciákról? Na, ne haragudjon, de a 2x2 az 50 éve, és amikor én jártam iskolába, 4 volt, meg az ABC azóta se változott. És mondom, drága uram, képviselőtársam, az nem elég, hogy a gyerekek megtanulják a betűket, a betűkből szavakat, a szavakból mondatokat el tudnak olvasni, ha nem értik, hogy mi van odaírva, és aztán a mondatok közti összefüggéseket nem értik meg. Ha a mechanikus bemagolás és memorizálásban az adatok közötti összefüggések már nem képződnek meg, ott baj van. És sajnos a mostani hazai mérések is ezt mutatják, Covid ide vagy oda, digitális felmérés ide vagy oda, ha csak fele annyira romlottak emberek az eredmények, akkor óriási baj van. És ez be fog gyűrűzni, Matolcsinak ebbe igaza van a nemzetgazdaságban, és be fog gyűrűzni a felsőoktatás teljesítményében is. Akkor is, ha leszállítják a ponthatárokat, akkor is, ha eltörlik a pedagógus képzésben a felvételit, akkor is ennek meg lesz az ára. Lehet, hogy meg fognak lepődni a közönség tagjai vagy soraiban ülők, mert abban teljesen egyetértek, hogy a nemzetközi mérések között valóban van olyan, ami jobban illeszkedik a magyar oktatási rendszer, és valami kevésbé. A magyar oktatási rendszer jelenlegi állapotában szerintem valahol középen van, és én ezt személyesen helyesnek is gondolom, a kompetencia alapú, meg a tudás alapú rendszerek között, tehát hogy melyiket erősítsük, lexikális tudást vagy kompetenciát, mind a kettő fontos, ebben egyébként egyetértés van közöttünk. A PISA valóban az egyik irányba mér, angol szászok rendszerekre optimalizált, a TIMSS PIRLS, amiben a magyar diákok egyébként sokkal előkelőbb helyen teljesítenek, tehát ott a, mondhatom így, a top 10, top 15-ben benne vagyunk, ez erősségünk. Ha bárki egyébként kitekint külföldre, akár megvizsgálja azt, hogy a magyar oktatási rendszerből kijött fiatalok megállják a helyüket egyébként, mondjuk Nyugat-Európában, munkaerőpiacon, bárhol, akkor egyébként azt gondolom, hogy megállják, és nagyon sok helyen, bármennyire is furcsa, azt emelik ki, hogy a mi diákjaink azok mennyi mindent tudnak.
És erre lehet azt mondani, hogy ez magolás meg biflázás, de szerintem azért ezek mondjuk így a túlzó fogalmak ezen a téren, vagy ilyen negatív konnotációval rendelkező fogalmak, mert valójában lehet azt is mondani nagyon egyszerűen, hogy többet tudnak a tudásnak a tudás értelmében. Ahogy mondtam, én abban bízom, hogy a következő decemberben lesznek publikusak, hogyha a következő PISA mérésben átlag fölött lesz magyar eredmény, akkor majd beszéljünk újra, és vonjunk le újra következtetéseket. Én azt hiszem, hogy ez szakmai konszenzus után, hogy tudás alap és egyébként kompetencia alapú oktatás megfér egymással, sőt feltételezi is egymást, evezünk olyan vizekre, ahol talán kevésbé várható egyetértés. Foglalkozunk egy kicsit a pedagógusokkal, pedagógus képzéssel, státusztörvénnyel, ami azt gondolom, hogy mostanság tematizálja joggal ugye a médiát, illetve hát a közbeszédet. Induljunk ki abból, hogy egészen eltérő narratívákat lehet olvasni kormányoldalon, illetve ellenzéki részről, annak tekintetében, hogy mennyire vonzó a tanári pálya, mennyire érdemes pedagógusnak menni. Ugye folyamatosan jönnek ellenzéki részről olyan jellegű kritikák, hogy csökken a tanári szakok iránti érdeklődés, és emellett meg látunk egy olyan statisztikát, hogy a frissen lezárult felvételi folyamatban ugye megemelkedett a pedagógus szakokra jelentkezőknek a száma. Tehát van most akkor tanárhiány, lesz a jövőben, vagy hogy kell tekintenünk erre a kérdéskörre? És kezdjük most fordítva államtitkár úrral, és utána képviselő asszonnyal. Szerintem érdemes itt is nemzetközi térben kezdenünk. Az egész nyugati világ egy komoly pedagógus hiánnyal néz szembe, mindenhol Európában. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert nálunk ezt szokás ugye csak a bérezésre leszűkíteni. Én azt állítom, hogy azokban az országokban is, ahol egyébként nagyvonalúbb a állam a pedagógusaival, ott is komoly pedagógus hiány van. És én ezt annak tudom be, mondhatom így, hogy számos ilyen jellegű konferencián, egyeztetésen nagyon hasonló következtetésekre jutottak az ehhez értők, hogy egyszerűen a világ változik. 40 évvel ezelőtt, hogyha azt mondtuk egy fiatalnak, hogy egy állami iskolában neked nyugdíjas állásod van, az arra kérünk, hogy matekot meg történelmet tanítsál ugyanezen a helyen 40 éven keresztül, akkor ez a biztonság, ez egy nagyon fontos momentum volt az akkoriaknak az életében. A mai fiatalok pedig másban gondolkoznak, rugalmasság, flexibilitás, kipróbálni magamat akár nagyon más dolgokban is, és ez nem kedvez a pedagógus pályának. Tehát van egy általános nehézség ott is, ahol sokkal kedvezőbbek arányaiban a bérek. Tehát Németországban azt állítom, hogy van akkora pedagógus hiány, pedig össze lehet mérni, jóval kedvezőbbek a fizetések. A magyar számokat, ha megnézzük, akkor érdemes azért KS adatokra is támaszkodni. 2010-hez képest, az akkori pedagógus állományhoz képest 4600-zal van kevesebb kolléga állományban, köznevelésben és szakképzésben együtt. Azért vagyok kénytelen összehasonlítani, vagy összevonni, mert 2010-es adatokban ez egy statisztikai adatnak számított. Tehát összeadjuk. Ez 3%-os csökkenés. Ugyanebben az időszakban a tanuló létszám 186 ezer tanulóval lett kevesebb, ez 13%-os csökkenés. Rögtön szeretném mondani, a kettőnek nem kell szorosan korrelálnia, tehát senki nem várt el, vagy senki nem tervezett tenni nagyobbat, szükség van erre az állományra, de ezt kontextusba kell szerintem helyezni. És az is igaz, hogy természetesen az, hogy minden iskolában kiváló, a legkiválóbb matematika-fizika szakos pedagógus tényleg ott legyen, ez mindenhol kihívás. Ezzel szerintem egyébként nem most van még bajunk, hanem a következő évtizedben lesz komoly bajunk, és egy picit az hitelteleníti ugye az ezzel kapcsolatos kommunikációt, ehhez képest 10 éve azt halljuk, hogy itt a következő évben el se fog indulni a tanév, mert akkora összeomlás van. Én azt gondolom, hogy ekkora összeomlás rossz szó sincs, tanév el fog indulni, az állomány, akihez szükséges kollégák ezek rendelkezésre állnak. A jövő az, ami miatt aggódni kell, hogy 5-10 év múlva hogyan leszünk. Ez szükséges az, hogy beavatkozások történjenek. Ez a kormányzatnak van egy komoly béremelési vállalása.
aminek a finanszírozása mögött zajlik az Európai Unióval egy birkózás, erre is később kitérhetünk, ha érdekes, de szerintem nem nagyon tudunk újat mondani ebben, én ezért most magamtól nem megyek bele, de van egy komoly béremelési vállalás, van egy olyan új munkajogi környezet, ami azt gondoljuk, hogy annak a flexibilitásnak jobban meg fog felelni, mint ami a mai fiatalok számára vonzó lehet. Nem abban gondolkozunk már, hogy egy ilyen lineáris vonalat felrajzoljunk, hogy most kedves pályakezdő, ugyan még kevés lesz a béret, de majd 22 év múlva leszel ebben a kategóriában, és ugye az eddigi szabályozás 114 bérkategóriát állított föl az életkor meg a végzettség mentén. Nem ebben gondolkoztunk, nem ilyen irányba fordult a szabályozás, azt gondoljuk, hogy ez vonzóbb lehet a jövőre nézve. Szeretem, amikor államtitkár úr a parlamenti beszédeibe is mindig azt mondja, a világ változik. Hát igen. Hát ebből is látszik, hogy ami 50 éve működött, az ma már nem működik, de ami már 20 éve működött, vagy a rendszerváltás után még érvényes volt, már olyan gyorsan változik a világ, hogy egy emberöltő alatt gyorsabban változik, és ehhez igazítani a rendszereket, az intézményeinket, a pedagógiai, az intézményi elvárásokat, az egyéni fiatalok tanulási útvonalait. Iszonyatosan nehéz, ezzel egyébként önök is, mindenki a maga életében, a munkaerőpiacon is folyamatosan szembesül. Reagálnék egy pillanatra az összeomlásra. Természetesen nem tud összeomlani egy rendszer. Egy ekkora rendszer, mint az oktatás rendszer, az állam ekkora alrendszere, amíg lesz egy épület, aminek van négy fala, és rá van írva, hogy iskola, addig a politika mindig rá fog tudni mutatni valamire, még ha az I betű már le is esett róla, hogy az ott valami történik. De hogy mi történik azon belül a gyerekekkel? Mi történik a pedagógusokkal? És onnan a kimenetnél a világhoz van-e köze, ami bent zajlik az iskolában, az osztályteremben, illetve a világban, az már egy másik dolog. Kopogtat a jövő, és 5-10 évet tetszett mondani államtitkár úr, én már mondanám, hogy most már súlyos válság tünetei vannak, és nyilvánvalóan készülve összeírtam a számokat, hogy az egyik nagyon-nagyon komoly válság tünete a pedagógus hiánynak, és bár nem ön mondta nekem, ami becsületre méltó, Rétvári úr mondta nekem az elmúlt jó pár évben, hogy én ne riogassam az iskola rendszert, hogy tanárhiány lesz. Hát mondom, van. És itt a szakos tanárhiány az első, ami egyébként megjelent, mint nagyon komoly válságtünet az oktatásban. A pályaelhagyás 2015 óta felgyorsult. Ez azt jelenti, hogy a képesítés nélkül oktató pedagógusok aránya 2020-ra átlagosan 2,5-szeresére nőtt a közoktatásban. Idegen nyelvnél ez 3-szorosára nőtt a hiány, a természettudományos területen 3,5-szeresére, ameg a matematikánál 6-szorosára nőtt. És álláshirdetésekben most is lehet látni, ezt szokta ugye az ellenzék mindig mondani, hogy mennyire sok szakos tanárt keresnek, és bizony-bizony már a kutatók megmutatták azt, hogy például Varga Júli, hogy 2017-től átrendeződik a pedagógus ilyen területi elosztása, és amíg vidéken volt ez az elmúlt években nagy probléma, begyűrűzött a budapesti iskolákba, begyűrűzött a megyeszékhelyekre, és bizony-bizony a státusztörvényben az utazó pedagógus az erre egyébként eddig nem kezelt, vagy elhanyagolt problémára most egy nagyon gyorsan megpróbáló tünetkezelés. De ez csak egy válságtünet. De ami az igazi baj? És ez az, amire nem igazán figyelt oda a Fidesz az elmúlt időszakban, struczpolitikát folytatott, vagy mással volt elfoglalva, pedig én magam is számtalanszor felhívtam a figyelmet, ez pedig az a pályának a nagyon durva előregedése. 2010-ben az 50 év feletti pedagógusok aránya 32% volt a rendszerben, eközben a 29 év alatti 8%. 2019-et mondok, az 50 év felettiek 40-ről felmegy 45-re, 2022-t mondom, 50 év feletti felmegy már 50%, és már 50% fölött köre kúszik, miközben a 22 év alatti pedagógusok, akik tanítanak az iskolákban jelenleg is, 6,4%. Ez a döntő probléma. Az előregedés a legnagyobb alapprobléma. Az összes pedagógus, aki ma a pályán van és tanít, 1%-a csupán, aki friss pályakezdőként elkezd belépni és elkezd tanítani, oktatni az iskolába per év, 2,2-nek kellene lenni,
hogy ne csökkenjen a pedagógusoknak a száma, de mivel ugye nem egyenletes a körösszetétel, ezért még talán magasabbnak is. Ugye ez az Eötvös Loránd kutatóhálózat, a Közgazdasági Tudományi Intézetének a felmérése. És itt van a problémának a gyökere. És ezt 2010-ben már a tendenciákban lehetett látni, és akkor a Fidesznek és az oktatási kormányzatnak, és én nem tagadom, lehet, hogy Marozsa úr valakinek ezt bent mondta, de hogy nem talált a szava meghallgatásra, az biztos, mert olyan intézkedésekre kényszerítik rá őket most, például a státusz törvényben, amely nagyon durva, és amely szerintem nem kellett volna, hogy bekövetkezzen, és a státusztörvény nem más, mint egy olyan, hogy is mondjam, csomag, amit erőszakosan áttolnak a pedagógusokon, ez már korrigálja az ő elkövetett hibáikat. Tehát amikor legelőször elmondtam, hogy sokszor a saját maguk által elkövetett mulasztások, illetve létrehozott hibákat próbálják meg korrigálni, a státusztörvény már részben ez, részben pedig továbbra is kiteljesítése az orbáni autoriter nemzeti együttműködés rendszerének, ahol függőségi viszonyok milliói közepette, mondhatnám a főispánokat és a papok mellébe kényszerítik a pedagógusokat is a NER rendszerének a fönntartásában. Ha kíváncsi rá, hogy a státusztörvénye egyébként mi még a bajom, szívesen elmondom, de szerintem most hosszú voltam. Igen, köszönöm. Igen, mindjárt bele is megyünk szerintem ebbe, mert ez egy forró kérdés, ami mindenkit érdekel. Közben azért itt megfigyeltem, hogy felvillant egy olyan konszenzuális pont is, hogy összeomlás az nem lesz, vagy legalábbis nem most lesz. Nem tud lenni, később sem. Tehát nem olyan a rendszer. Nem azért, mert mi egyetértünk ebben, vagy nem, elnézést, hogy a szavába vágtam. De még mielőtt a Mandiner leírná, hogy az ellenzék és a kormány, vagy Kunhalmi alátámasztotta Maruzsa Zoltán összes állítását, amíg van egy iskola, vagy van egy épület, amire rá lehet írni azt, hogy iskola, addig nem lesz. A politika mindig tud valamire mutogatni. Tehát ezt szeretném leszögezni. Köszönöm. Tehát folytatva igen a gondolatmenetet, hogy alapvetően ugye a státusztörvény, és státusztörvényként, meg rabszolgatörvényként híresült el, hogy a pedagógusok új életpálya modelljéről szóló jogszabálycsomag, és én azt gondolom, hogy felületes szemlélő ugye azt láthatja, hogy alapvetően ez a törvénytervezet, illetve ma nem is tervezetről beszélünk, hanem egy elfogadott törvényről, választ ad azokra a kérdésekre, amelyek a leginkább ugye foglalkoztatták a pedagógusokat, illetve az elégedetlenségnek a motivációját jelenthették, hogy hány órában kell tanítani, mennyi az oktatással, neveléssel kötött munkaidő, illetve hogy egyébként hogy lehet a belépő tanároknak, a gyakornokoknak vonzóvá tenni a pályát, akár a bérkörülményeknek a javításával, és emellett meg volt számos egyéb olyan apró vitapont, amelyben azt hiszem, hogy van egy válasz a státusztörvényben, és a kérdésem az az, hogy ha ilyen sok mindent rendezni látszik ez a törvénycsomag, akkor lehet-e azt mondani, hogy ebben az életpályában most van perspektíva, most elindulhat valami építkezés, vagy megmaradnak azok a kifogások és konfliktuspontok, amelyek az elmúlt egy évben ugye a tanártüntetéseket motiválták? Ugye a puding próbálja mindig az evés, van egy ilyen aranybölcsesség, ki kell próbálni majd a működését az új jogszabálynak. Én azt fontosnak tartom jelezni azért, hogy egy olyan jogszabály született, amit az iskola világára szabtunk. Én azt, hogy ez bosszú törvény, meg rabszolgatörvény lenne, ezt én a parlamenti vitában is visszautasítottam. Ez a ellenzéki médiának egy ilyen szokása, hogy minden törvényre kitalál valami jó hangzatos nevet. Én a vitában is elmondtam, hogy nekem a Taigetosz törvény tetszett a legjobban. 4 évvel ezelőtt, amikor ráragasztották egy törvényjavaslatunkra, mert nagyon jó mozgósító, jól médiába, ellenzéki médiába jól futtatható megnevezés volt. Aztán utána elfogadtuk, és úgy véget ért a körülötte az egész palávér, hogyha ma megkérdeznénk, hogy most valaki tudja-e, hogy akkor abból utána mi lett, és mi lett a következménye, senki semmit nem tud róla, pedig hónapokig a Taigetosz törvénnyel lőttek ránk. Én abban bízok, hogy most egy olyan jogszabály született, ami egyébként reflektál arra, hogy az iskola világára született, meg az óvoda világára természetesen,
Eddig ugye egyház és magánintézmények a munkatörvénykönyve szerint tevékenykedtek állam esetén, MT és KIT, és mind a kettőre meg vonatkozott még a csomó ágazati szabályozás. És mondjuk a általános szabadság napok számától kezdve egy csomó mindenben egy katyvasz volt, azért valljuk be őszintén. Most nyilván sok vitákat követően, de lett egy olyan jogszabály, ami az iskola, óvoda világára egy szerintem erre szabott, ennek a sajátosságaira szabott világot tud teremteni. Példa, nyilván kiemelem a nekünk kedvezőt, mi tudunk sokkal több szabadságot adni, mint egy gyárban, már bocsánat, hogy ezt mondom, mert hiszen a szünetek miatt nem azt nézegetjük, hogy jaj, mi lenne, hogyha csak 16 nap lenne, jaj, de jó lenne, nyugodtan az 50 napot meg lehet adni, hiszen a nyári szünet, tavasz szünet, téli szünet, adjuk oda bátran. Ne kelljen jelenléti ívet irogatni július 3-án, hogy én még benn voltam, mert csak a munkatörvénykönyve szerinti alapszabadság jár nekem. Tehát tudtunk ilyen jellegű változtatásokat tenni. Az, hogy ezt ki kell majd próbálni, ez teljesen nyilvánvaló. Arra reagálnék még egyébként egy pillanatra szabad, hogy milyen a korfa. A korfa az mindig olyan, amilyen egyébként a bérstruktúra. Ha a bérstruktúra az életkort tekinti rendezőelvnek, és azt mondja, hogy az idősebbeknek fizetek jobban, akkor természetes, hogy abban ilyen lesz az elrendeződése a kollégáknak. Éppen ezért próbálunk róla lejönni. És én még azt is állítom egyébként, hogy 2012-13-ban, amikor ez a szabályozás megszületett, akkor egyébként helyes volt az életpályát így kialakítani, mert voltak egy csomóan bent az 50-es éveikben, és őket ebben az évtizedben ez a bérstruktúra bent tartotta. Most viszont ott vagyunk, amikor egyfelől meg kell csinálni a fiatalitást, ehhez szükséges a bérstruktúrának az átalakítása, teljesítmény alapú bérstruktúrát vezetünk be, ez az életkorra kevésbé lesz érzékeny, emellett pedig bent tartjuk a nyugdíjba menő korosztályt is. Fontos változtatás ugye, hogy bért és nyugdíjat egyaránt megkapják ez alapján, a szabályozás alapján. Semmiféle további engedélyezési, továbbfoglalkoztatási procedúra nem szükséges. Nagyon sok kollégánk megy el a nők 40 kedvezménnyel. Ez ugye egy olyan, ami 15 éve szocialista kormányzat alatt nem létezett. Ez nyilván miközben generálisan egy nagyon helyes és nagyon kedvező változás. Tőlünk azért, bocsánat, hogy ezt mondom, az oktatás világából kiszívta a munkaerő egy részét. Éppen ezért is igyekszünk ezt a tapasztalt, rutinos állományt bentartani, hiszen még az életkoruknak megfelelően azt gondolom, közülük nagyon sokan jó pár évig alkalmasak. Anyukám most már 83, az ő idejében még ugye 60 környékén ment el nyugdíjba. Én állítom, hogy jó pár évig bizony nagyon kiváló teljesítménnyel tudott volna még tanítani, de hát az volt akkor a szabály. Az életkor is kitolódik, szerencsére hála Istennek, tovább élnek az emberek. A nyugdíjkorhatárok is ezért emelkednek. Statisztikákról még egy példa, az, hogy egy nyugati országban egyébként, vagy akár ez a nemzetközi összehasonlítás, hányan vannak a 25 évesek meg a 30 évesek, nagyban függ például a pedagógus képzéstől. 5 éves osztatlan képzés van nálunk, tehát itt elhangzott, hogy a 22 év alattiak hányan vannak, gyakorlatilag csak az óvodapedagógus tud lenni kis túlzással, mert nem végez egyszerűen a magyar rendszerben egyetlen tanár sem, hiszen 18 évesen belép és 5 évig tanul. Az angol szász rendszerben nem kell egyetemet végezni egyébként feltétlenül ahhoz, hogy valaki pedagógus legyen, teljesen más az ottani szabályozási környezet, ott ki tud jönni magasabb arány, nálunk a 30 év alatti adat mindig alacsony lesz, mert mi sokáig képezzük őket. No, az egyik taps, valakit beletapsolt a bér és a nyugdíj, egyszerre meg lehet kapni. Hát, én voltam az egyik talán ebben az országban a NER alatt, aki folyamatosan ezt kérte, és állandóan a fejemre koppintottak, és állandóan visszaverték, talán még javaslatot is nyújtottam be, de vissza lehet keresni, tehát én ezt állandóan szorgalmaztam, pontosan azért, mert nem riogattunk, hanem láttuk a korfát, és láttuk, hogy jön szembe a gyorsvonat, és ezzel kezdeni kell majd valamit, és nem láttam azt, hogy a Fidesz erre az elmúlt tizenvalahány évben érdemben egy stratégiát épített volna fel. De lényegében meglépték ezt, és az a bajom, hogy én attól félek, hogy most már nem fognak tömegével a nyugdíjasok visszamenni, mert olyanná kalibrálták a rendszert, olyan merevvé, olyan
sokszor ideológiailag átindokrinálták, tették, annyira sok az adminisztráció, annyira kötött a pálya, hogy bizony-bizony nem szívesen mennek a nyugdíjasok majd vissza ebbe a rendszerbe. Erről ennyit. De... Bocsánat, ezt majd meglátjuk. Ezt meglátjuk, ez így van, persze. Múlva, vagy három, meglátjuk, hogy hányan fognak erre. Ugye azért azt gondoljuk végig, csak államtitkár, hogy mit látunk meg? Hogy egyre kevesebb a szakos tanár, az idős, nagy tapasztalattal, elképesztően nagy rutinnal rendelkező pedagógusok, majd visszamennek egy olyan rendszerbe, ahol nekik kell majd pótolni azt a munkát, amit egyébként a kimenő társaik és a pályát elhagyók miatt nekik kell túldolgoztatni. Tehát ők már azt nem fogják bírni, miközben akkor is óriási a tapasztalatuk. Tehát így van, majd meglátjuk, le fogunk ülni egymással még azt hiszem beszélgetni erről. A vonzóság, bér, hát itt nem fogom részletezni az idő hiányába se, hogy milyen kevés a bér. Egyet azért elmondanék, itt az Orbán Viktor volt az, aki becsapta a pedagógusokat. Ő ígérte meg önként azt, hogy bizony-bizony a vetítési alapot, ahonnan kezdik számolni, régebben, mert a státusztörvényben már nem így van, most még mondjuk így van, mert a státusztörvényben minden van, egy tolik határ, de az nincs benne, hogy itt garanciálisan béremelés lesz. És ezért mutogatnak önök az unióra. Nincs a költségvetésben az a hatalmas béremelés stabilan, hosszú távon, amit egyébként az FO Plus is követel. Tehát én nem látok garanciát arra, hogy a Fidesz hazai költségvetésből ahonnan kellene megemelni egy nemzeti hatáskörbe tartozó területen a béreket, meg fogja tenni. Mitől is lenne garancia? Hát a miniszterelnök megígérte, hogy a pedagógusok vetítési alapját a mindenkori minimálbérhez köti. Majd 100%-os lenne a béremelés, ez egy önkéntett ígérete volt. Hoffmann jelentette be, egy évig tartotta, majd visszavonta. Hát innentől kezdve egyébként miért higgyék el a pedagógusok azt, hogy ez a bér meg fog jönni? A politika csavarja, csűri a szavakat, de a tények azok tények, mégiscsak ő volt az, aki ezt. És EU forrásokat várjuk az Isten szerelmére. Nem zavarja a jobboldali érzelmű embereket és a Fidesz szavazókat, hogy egy nemzeti hatáskörbe tartozó terület nem nemzeti költségvetésből van finanszírozva. Az Uniótól kérünk pénzt, a sokat szidott Brüsszeltől. Hát legközelebb a nemzeti alaptantervet is ott fogja megíratni a Fidesz. És elnézést kérek, hogy indulatosabb vagyok. De én is azt mondom szociáldemokrataként, hogy nemzeti hatáskörbe tartozó területet, a nemzeti költségvetés, és egy nap alatt tud a Fidesz, egy éjszaka alatt, pillanatok alatt tud törvényt alkotni. Tessék visszamenni, őszi ülésszak, ahogy elkezdődik, azonnal emeljék meg a pedagógusoknak a bérét. Vissza kell térjek arra, hogy a státusztörvény, az alapvetően miért mondom azt, hogy a Fidesznek a hibáit korrigálja, és miért mondom azt, hogy tulajdonképpen a nemzeti együttműködés rendszerét szolgálja ki. Tulajdonképpen ezt már elmondtam, ezért már ezt nem ismétlem meg. De amiről beszélni akarok, ha lesz elég bér, és legyen, és azt kívánom Maruzsa Zoltánnak, hogy Orbán hallja meg, amit kér, és adjon béremelést, és ne csak akkor, amikor mondjuk a fideszes pedagógusok, akik elég sokan vannak ma rendszerben ahhoz, ha szembefordulnának ezzel a rendszerrel, ki tudnák kényszeríteni, támogassák meg Maruzsa Zoltánt abban, hogy adjon Orbán nemzeti költségvetésből pénzt. De addig, amíg felmerül egy státusztörvényben, hogy az eszközök ellenőrizhetőek, és tudom, mert a belügyminisztériumi egyeztetésen Pintér elmondta, hogy ez teljesen természetes, benne van a munka törvénykönyvében. A munkaerőpiacon, a piacon is lehet egyeztetni, vagy lehet ellenőrizni. De ki tette be, urasszonyom, ki tette be 2019-ben, a Fidesz tette be a munka törvénykönyvébe, hogy az eszközök ellenőrizhetőek. Ez nem vonzó egy fiatalnak, hogy belenézhetnek az iskolai laptopjába. A másik, nem kritizálhatják a közoktatás rendszerét, ez benne maradt, ugye? Nem maradt benne. Hál' Istennek, ezt meg akartam kérdezni öntől, hogy ez benne maradt-e, mert ha ez nem maradt benne, akkor talán ez már egy jó dolog. De ilyen és ehhez hasonló, és az átvezényelhetőség. Először, és egyébként a laptopok meg a telefonok megnézésénél a 1.0-ás koncepcióban a privát is benne volt, a felháborodás miatt vették ki. Tehát a szándék az azért mégiscsak az volt, hogy kontrollálja a Fidesz az utolsó pillanatig azt az állami alkalmazotti kört,
akik egyébként a legkisebb települések, legkisebb intézmények és a családokig, a gyerekekig eljutnak. És tudjuk, hogy a függőségi viszonyok mellett átvezényelhető egy pedagógus, ha beleegyezik. Hát próbálna meg a nemzeti együttműködés rendszerében egy 5000 fős településen azt mondani a központból kinevezett igazgatónak, meg a központból a Fidesz által kinevezett tankerületi vezetőnek, hogy ne haragudjon, de én nem bírok elmenni, mert ilyen is ilyen egészségügyi problémám van. Csak egy példa a sok közül, hogy papíron lehet, hogy szép, és meg tudja védeni a Fidesz a dolgait, de azért ez mégiscsak egy autoriter rendszer, amelyben az oktatás sem demokratikus ezáltal. Átvezénylés kérdésköre. Jelenleg is egyébként a pedagógusoknak a 8%-a az nem egy feladatellátási helyen tanít. Azért van benne ez a rendelkezés a törvényben, mert életszerű. Van egy tankerületi iskola, lehet, hogy itt van egy, ott az utca túloldalán van egy másik. Szimplán jogilag nézve, ez, ha innen őt részben oda is küldöm óraadónak, akkor ez egy átvezénylés. Ennek lehet racionális végrehajtása, vagy lehet irracionális végrehajtása. Mindenki a racionális végrehajtás irányába fog itt működni és törekedni. Azt gondolom, hogy az életszerűsége a törvénynek, pontosan éppen ezért az iskola világára van és lett szabva. Én erre az autoriter rendszer, diktatúra, bár ez a szó nem hangzott el, igaz, ez nem hangzott el. Most én toltam túl, bocsánat. Én megmondom őszintén, erre mindig mosolyogni szoktam, mert szerintem túl van gondolva az ellenzék részéről lesz, hogy akkor az iskola világában micsoda nagy tervek voltak vagy vannak. Ez az eszköz megfigyelési ügy is, hogy mondjam, valaki beleírta a tervezetbe, nagyobb koncepció nélkül, majd az egyeztetések során egyébként kikerült, szerintem kezeljük a helyén, senki nem fog rá emlékezni 3 év múlva. Egyébként nincs az állami iskolákban olyan, csak szeretném megerősíteni, hogy bármilyen informatikai rendszer a kollégának a gépét egyébként megfigyelni. Úgyhogy általános MT szabályra való hivatkozás benne maradt, hiszen mivel nem csak az államra vonatkozik, egyház és magánintézményekre, mindenkire vonatkozik, miért vegyük el még azt a jogkört is, amit az MT egyébként enged, de ennyi. Tehát én nem gondolom, hogy ebbe emögé egy ilyen szándékot látni kellene, vagy indokolt lenne. Jó iskolát szeretnénk működtetni, ezt fogja szolgálni az új jogállási törvény. Fogyatkozik az időnk, szóval szigorúan egy-egy percben arra szeretném kérni beszélgető partnereimet, hogy jelöljenek meg egy-egy olyan területet, ahol a következő évben biztos, hogy előre kell lépnünk, intézkedéseket kell hozni, tehát ami az oktatás politikának a közvetlen kihívása lesz a jövőt tekintve. És kezdjük képviselő asszonnyal. Hát egyértelműen az első és legfontosabb a bér. A bért rendezni kell. Kérem a miniszterelnököt innen is, máshonnan is, a nemzeti költségvetésben igenis teremtse meg a stabil béremelésnek a feltételeit, addig se fiatalnak, se senkinek nem lesz ez a pálya vonzó. A másik szerintem, ami nagyon fontos lenne, hogy ezek már az a baj, innentől kezdve komplexebb dolgok, de lazítani kellene a rendszeren. Csökkenteni kellene a tananyagot, muszáj lenne nagyobb tanszabadságot adni. Malig 10% az lehet eltérés a nemzeti alaptanterből, ez még a mi időszakunkban, de már azt hiszem a Kádár rendszerben is 78-tól, ezt a legyen, 30% volt. Tehát nagyon előíró, túl részletes, nem ad lehetőséget a nemzeti alaptanterv arra, hogy a képességeket kibontakoztassák, illetve az esélyteremtést megvalósítsák, mert lehetnek nagyon hátrányos helyzetű gyerekek, akiknek a képességeit több idő kell, más módszerek, más honnan indulni, akár mást is kell tanítani, nem csak módszerben. Tehát a differenciálás nem csak módszerben kellene, amit elismer a jobb oldal eset egy része, mondjuk egy Pokorni elismer, mások nem, a Maruzsa Zoltán elismeri, de a rendszerben még sincs elég levegő. Tehát ezek lennének, és a pedagógus hiányt kellene szintén a bérrel. Ennél sürgősebb, akutabb feladatot én hirtelen a NER-ben, de nyilván más az, hogyha egy másik kormány lenne, az hogyan kezelni ezt, de ezt meg kell most oldani mindenképpen a miniszterelnöknek. Államtitkár úr.
következő tanévnek valóban a legsürgetőbb feladata a új jogállási törvénynek a végrehajtása, párhuzamosan a béremelésnek a megvalósításával, hiszen itt változik a kollégáknak a kinevezése, átalakul a foglalkoztatásnak a rendszere, ez szerintem igénybe fogja venni az első fél évet, de talán az egész tanévet. Ehhez egyébként nem a magyar kormány kérésére használunk uniós forrást is. Ez az Európai Uniónak a kérése volt, hogy a uniós forrást azt pedagógus bérre akarja fordítani, ezt mindenhol el szoktam mondani, nem mi kértük, egészen másra szerettük volna ezeket a forrásokat fordítani, és a D-melléklet, meg ilyen trükkökkel az Európai Bizottság volt az, amely kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy az EFOPUS-ban ez helyet kapjon. Azóta vagyunk összekapcsolódva és összekötve velük ebben az ügyben. A másik ügy, ahol előre kell lépjünk, ez pedig a digitalizációnak a tere, oktatás digitalizációja. Itt ugye a Kréta rendszerben készülünk nagy csodákra, 3 másodpercben ezt nem tudom leírni, de komoly előrelépések lesznek. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm beszélgető partnereimnek a tartalmas és értékes válaszokat. Én azt hiszem, hogy ez a beszélgetés a ma ritka alkalmak egyike volt, amikor két oldalról járhattuk körbe az oktatás politikának a forró pontjait. Remélem, hogy az MCC több ilyen beszélgetésnek, eszmecserének is tud majd platformot biztosítani a jövőben. Köszönöm szépen!